Javában tart a nyári utazások szezonja. Vannak, akik éppen most csomagolnak, mielőtt hamarosan repülőre szállnak. Közben sokan már a téli vagy tavaszi üdüléseiket tervezgetik. A hideg időben ilyenkor a legtöbben olyan helyre utaznának, ahol napsütés és meleg várja őket. Számukra jó hír, hogy elindult a téli utak előfoglalási időszaka. A pihenés tervezők a szervezést illetően két forma közül választhatnak. Van, amikor vannak az utazási csomagok, amit a nagy túroperátor cégek, benne van a nevében is, csomagként értékesítenek. Itt is jelentős előfoglalási kedvezmény van. A csomag azt jelenti, hogy a részvételi díj tartalmazza a retó repülőjegyet, szálloda, repülőtér közötti transfert, szállást megadott éjszakára, ellátást. Tehát ez a komplex csomag. Erre is vannak előfoglalási kedvezmények. A másik lehetőség, amikor mi, mint Retro Holiday utazási iroda, mi vagyunk a túroperátorok, és kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy a nagy légitársaságok lényegesen kedvezőbb áron értékesítik a téli repülőjegyeket. Ehhez a szállást és a transfert az utazási irodák szintén előfoglalási áron tudják foglalni. Úti célokat tekintve talán nem meglepő, hogy télen a síparadicsomokat leszámítva az egzotikus országokat választják a legtöbben. Ezeknél a desztinációknál azonban számolni kell a gyakran nem rövid utazási idővel is. Van, aki nem szeret sokat repülni. Annak a legkedvezőbb lehetőség Egyiptom, Kanári-szigetek, ami elérhető repülési időn belül kedvező éghajlatú országok. Még megemlíteném az Egyesült Arab Emirátusokat. Az utazó közönség viszont, aki igazán meleget akar, annak bizony hosszabb repülőútra kell számítani, mert az egzotikus országok egy átszállással, hát és 9-10 óra repülési idővel érhetők el. Átszállás után. A kedvezmények sávosan vannak az előfoglalási szezonban. Nem meglepő módon az elején vannak a legütősebb ajánlatok. Az általunk felkeresett irodában például augusztus végéig akár 20-25% engedményt is tudnak biztosítani a szállás árából, miközben a repülőjegy ára légitársaság függő, de ezekhez is általában olcsóbban hozzá lehet jutni ilyenkor. Szeptembertől aztán már egyre kisebb kedvezménnyel kell számolni. Last minute ajánlatok a téli utaknál is léteznek, bár ezeknél kisebb a kínálat, mint a nyáriaknál.